A sáv elhagyásra figyelmeztető rendszer a szélvédőn található kamera segítségével ad figyelmeztetést, ha véletlenül egy folytonos vagy szaggatott vonalat keresztez. A funkció aktiválása után a bal és a jobb oldali vonaljelzők szürkén jelennek meg a kijelzőegységen, valamint ez a visszajelző lámpa is világítani kezd. Ha a kamera nem észlel folytonos vagy szaggatott vonalat, a visszajelző lámpa és a vonalak a kijelzőegységen szürkék maradnak. Vonal észlelése esetén a visszajelző lámpa és a vonalak fehéren jelennek meg. Ha a kamera csak egy vonalat észlel, akkor az a vonal fehéren jelenik meg. Az észlelés csak akkor aktív, ha a gépkocsi 65 és 180 km/h közötti sebességgel halad. A rendszer visszajelzője a kijelzőegységen piros fénnyel figyelmezteti Önt, ha irányjelzés nélkül átlépni készül egy szaggatott vagy folyamatos vonalat az úton. A rendszer a kormánykerék rezgetésével figyelmezteti Önt, hogy vegye vissza a gépkocsi irányítását. A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer bekapcsolásához először be kell állítania a sávtartó asszisztens funkciót az OpenLink rendszer középső képernyőjén. Navigáljon a gépkocsi részhez, válassza ki a vezetés támogató rendszerek elemet, majd nyissa meg a sávtartó asszisztens menüt. Jelölje be a sávelhagyásra figyelmeztető rendszert. Nyomja meg ezt a gombot a funkció bekapcsolásához. A kijelzőn megjelenik a sávtartó asszisztens bekapcsolva üzenet, valamint világítani kezd ez a visszajelző lámpa, és a kapcsoló figyelmeztető fénye is, jelezve, hogy a funkció aktív. Ha a multimédia rendszeren a sávelhagyás megelőző rendszer menüjében nincs kiválasztva funkció, a kijelzőn a sávtartó asszisztens nincs konfigurálva üzenet jelenik meg, amikor ezt a gombot megnyomja, és a kapcsolón nem fog világítani a figyelmeztető fény. A rendszer kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot ismét addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a sávtartó asszisztens kikapcsolva üzenet, és a visszajelző lámpa, valamint a vonalak el nem tűnnek a kijelző egységről. A multimédia képernyőn is megszüntetheti a funkció bejelölését. Egyes paramétereket beállíthat a vezetés kényelme érdekében, például a kormánykerék rezgésének szintjét, valamint a sávfelfestés érzékelés érzékenységét. A sávtartó asszisztens menüjében nyomja meg a sávelhagyásra figyelmeztető rendszerelemet. Ezután három érzékenységi lehetőség közül választhat. Késői, normál és korai. Ha a vonalérzékelési érzékenységet a késői lehetőségre állítja, a vonalat csak akkor észleli a rendszer, amikor áthalad rajta. A normál észlelésnél a rendszer figyelmezteti, amikor közeledik egy vonalhoz. Korai beállításnál a rendszer figyelmezteti, ha közel halad egy vonalhoz. Három figyelmeztető rezgés szint közül is választhat. Vegye figyelembe, hogy a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer a motor indításakor azokat a beállításokat alkalmazza, amelyek a gépkocsi leállításakor voltak érvényben. Azaz, ha Ön aktiválta, a motor következő indításakor is aktív lesz. Annak érdekében, hogy a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer megfelelően működjön, tartsa tisztán és jó állapotban a kamerát és a szélvédőt. Bizonyos körülmények között rossz időben vagy szűk kanyaroknál előfordulhat, hogy a funkció átmenetileg nem érhető el. Ebben az esetben a vonalak és a visszajelző lámpa szürkén jelennek meg. A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer nem működik hátramenetben. Olyan helyeken, ahol különböző jelzőtáblák találhatók, például útépítésnél, ki kell kapcsolnia a funkciót. Ha a kijelzőn világítani kezd ez a visszajelző lámpa és megjelenik az ellenőrizze az első kamerát üzenet, akkor a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer hibát észlelt. Ilyenkor forduljon egy Renault képviselőhöz. A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer nem képes helyettesíteni a vezető éberségét.
mindig figyeljen a forgalmi körülményekre és a környezetére.